16. alkalommal rendezték meg Szolnokon a Pelikán Kupa elnevezésű gasztronómiai kiállítást és versenyt. A kereskedelmi iskola diákjai szinte minden évben indulnak az erőpróbán, ahol ezúttal a cukrász és pincér tanulók több mint 120 versenyzővel csaptak össze. Jánosi Szabinát és Szúnyog Orsolyát, duális képzőhelyük, a Lilium Ház tudástár nevezte be. Versenymunkájukkal pedig ezüstérmet nyertek. Egy hónapon keresztül folyamatosan gyakoroltuk a termékeket, rengetegszer változtattuk igazából, hogy mi legyen, és igazából majdnem, hogy a végső pillanatban is volt olyan, hogy változtatni kellett rajta. Szűcs Krisztina is a cukrászok közt indult. Ő az iskolában és gyakorlati helyén a Trió cukrászdában készült a versenyre. A feladat kétfajta apró sütemény, egy hagyományőrző népi termék bemutatása és egy díszmunka elkészítése volt. Krisztinát arról kérdeztük, milyen versenymunkákat készített. Egy úgyre gondolt zsákocitúros, zsárbót és egy csokis desszertet, gömdesszertet. Mindez pedig az aranyérmet hozta meg számára, ahogy a pincér tanulók nyakába is a legfényesebb érem került. Így és Anna és Balogh Bence csapatban indult a versenyen, ahol egy alkalmi díszterítést, menü és italajánlást kellett bemutatniuk. De egy szakmai totó és egy helyben készített sajtkoktél is a feladatok közt volt, mellyel külön díjat is szereztek. Most először dolgoztak együtt, mivel Bence egy budapesti étteremben, Anna pedig az Imregi családi vendéglőben tölti a gyakorlatát. Igazából segítettek bennünket a munkahelyen is, illetve a terítést, illetve az élő munkát a suliba gyakoroltuk tanáraink segítségével. Igazából mi így, mivel dolgozunk is, illetve két napot járunk suliba, így csak két hetet tudtunk felkészülni, úgyhogy ez egy nagyon gyors talpaló volt számunkra, de én azt gondolom, hogy maximálisan mindent kihoztunk ebből a versenyből. Én nekem ez egy nagyon jó élmény volt, mivel nekem ez volt az első versenyem. Amikor én versenyeztettem volna, akkor sajnos az a vírus időszak volt nagyon, és így minden verseny elmaradt. Így nekem nagyon nagy izgalom volt ez az egész verseny, de szerintem egész jó, kiegyensúlyoztuk egymást. Mindkettőjüknek nagy tervei vannak. Az iskola után szeretnének a szakmában elhelyezkedni, tudásukat pedig egészen a mesterlevélig szeretnék fejleszteni.